Hétfőn menesztette Csák János Elsimon Lászlót a Nemzeti Múzeum éléről, azonban nem holmi káder cseréről van szó. Elsimon azért kényszerült távozni, mert szembe ment a kultúrminisztériummal, és hiába követelte Csák, nem csak nagykorúakat engedett be a WordPress fotó kiállításra, ahol LMBTQ témájú képek is szerepeltek. Mi történt pontosan? Kinek és mit üzen a lépés? Volt egy tényleges szerepe Dúró Dórának, aki a homofób törvényre hivatkozva felszólította a minisztériumot, hogy lépje fel a kiállítás miatt, és mit árul el a rendszerről, hogy még a hűséges kádereit is kirúgja, a csupán az önállóság látszatát akarják kelteni. Erről beszélünk a mai rögtönzött adásban, vendégem Hambai Péter, a HVG újságírója, üdvözöllek! Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat! Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Péter, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Azért, ahogy a bevezetőből is kiderült, ez most egy nagyon légből kapott adás, mondhatni. De hát ugye az történt, hogy Csák János kirúgta el Simon Lászlót a Nemzeti Múzeum éléről a WordPress fotó kiállítása kapcsolatban. Elevenítsük fel ezt az egész történetet, ami ide vezetett. Ugye azt kell tudni, ez a WordPress fotó ez a világ sajtó fotó kiállítása, ez tényleg évtizedes múltra tekint itthon Magyarországon, és egy ilyen ragadós képsorozata volt idén, ez a New York Times fotósának, Hannah Reyes Moralesnek volt egy képsorozata a Fülöp-szigeteki Golden Gate közösség tagjairól, hogyan jutottunk el attól, hogy megjelent egy tényleg nem Magyarországon eldöntött pályázatban egy ilyen fotó, és ez kikerült a Nemzeti Múzeum falára, honnan jutottunk el innen egészen addig, hogy ma Elsimon László egy elég hűséges tagja a NER gépezetének. Távozásra kényszerült. Én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy te emlékszel-e arra a kifejezésre, hogy éberség, a máshonnan nem a bacsó filmekből. Valóban a, a kommunista rendszerben ez egy tényleg nagyon fontos dolog volt, az 50-es években és később is, hogy ébernek kell lenni, figyelni kell, hogy az ellenség hol férkőzik be, hol akarja megdönteni a, a, a kommunizmus vagy a szocializmust. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy itt is egy ilyen logika van, egyszerűen a, a kormány kommunikációja, az LMBTQ elleni harc, vagy az LMBTQ lobby elleni harc, ahogy a nők mondják, egyszerűen ebben a helyzetben nem engedheti meg azt a Nemzeti Múzeum, már azt sem engedhette volna meg, hogy LMBTQ jellegű fotók legyenek a kiállításon az, hogy ezt hogyan, hogyan, kellett volna megakadályozni, azt nem tudom, de az első mon Lászlónak valószínűleg az lett volna feladata, hogy ezt, ezt valahogy, valahogy megakadályozza, ne, ne nem mutassák be ezeket a képeket. A másik pedig az, hogy amikor Duro Dóra erre felhívta a figyelmet, én szerintem ez nem volt megszervezve ez a történet, nem működik rosszul a mi hazánk mozgalom ilyen, ilyen, ilyen módon, figyeli ezeket a, ezeket a pontokat, kicsit későn de észrevette azt, hogy, hogy, hogy milyen nem megfelelő képek vannak a, a falon, csinált belőle egy balhét. Esimónnak valószínűleg azt kellett volna csinálni, hogy bezárni a kiállítást, technikai okokra hivatkozva, amíg megvizsgálja ennek a jogi, vagy nem tudom, milyen helyzetét. Szerencséje volt, mert, mert november 5-én bezárt volna a kiállítás, megírtuk volna, hogy milyen csúnya dolog ez, cenzúra, stb. Ehelyett pedig. Egyébként nem is nagyon értem, hogy hogy miért és, és hogyan. Tehát első László ezer éve politikus, pontosan tudja, hogy működik ez a rendszer, ennek a rendszernek az építésében ő részt vett, az első pillanattól kezdve, 2010-től kezdve. Egyszerűen úgy reagált, mint egy, mint egy értelmiségi. Azt mondta, hogy, hogy hát valójában ez nem egy olyan nagy ügy, ugye viccesen Dórodórának köszönetet mondott, hogy tömegek álltak sorban a múzeumba, csak utasította őt, hogy, hogy ne engedjen be kiskorúakat, vagy 18 év alattiakat, ő ezt először megígérte, utána pedig e, kitalálta, vagy hát azt mondta, hogy nem, nem ellenőrizhetik a személyigazolványt a, a, a belépőktől. Most, hogy jogilag ez így van-e, vagy nem, tök mindegy, ezt, ne, ezt nem ezt nem tehette volna meg. Ezzel is elszabotálta ezt a dolgot, akkor ezzel a, ezzel a gúnyos poszttal gyakorlatilag viccet csinált ebből a, ebből a nagyon kemény LMBTQ elleni e, harcból. Egyszerűen Csák Jánosnak valószínűleg lépéskényszerbe volt, és egyszerűen meg kellett, meg kellett ezt lépni. Ebben, a logikában, a ernek ebben a logikájában, bocsánat. Említetted ugye ezt az éberség dolgot, én még egy dologgal visszakanyarodnék erre, és szerinted mi volt a fontosabb ebben a sztoriban? Az, hogy LMBTQ téma van, és tudjuk az, hogy novemberben jöhet a gyermekvédelminek csúfolt homofób törvénynek a szigorítása, és egyszerűen ütni kell ezt a témát, mert azt méri a századvég, és azt látja Rogán Anta, hogy ezt a témát kell ütni, vagy az, hogy itt nem lehet egy centi mozgástér és itt még mielőtt erre válaszolsz, én beidézném azt, hogy pontosan milyen indokkal menesztette Csák János elsimón Lászlót, a főigazgató az intézménytől elvárható jogkövetést mulasztotta el, azt érdemi felhívásra sem teljesítette, mi több, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony a fenntartását lehetetlenítette el. Itt arról van szó, hogy egy olyan törvényre hivatkoznak, amelynek a mai napig nincsen igazából kitalálva jogilag az alkalmazása, a betartatása, és mégis elhangzik benne az is, hogy érdemi felhívása sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, ami ellehetetlenítette a munkaviszonya fenntartását, tehát ez inkább egy sorba terelés, és egy üzenet mindenkinek a nerem belül, hogy egy levegőt nem vehettek anélkül, hogy felfele megkérdeznétek, hogy szabad-e, vagy ez inkább az, hogy itt ezt a témát nagyon-nagyon-nagyon benne kell tartani a közbeszédben? Ez egyértelműen az, hogy, hogy nincs mozgástér, de ezt tudják a fideszes politikusok, nincs mozgásterük. Az elsimon nem azért lett odatéve a Nemzeti Múzeumban, mert ő nagyon jó Nemzeti Múzeumot csinál, nem is értett hozzá. Őt azért tették oda, mert a politikusként kitelt az ideje, és és megkapta ezt ejtőernyősként, végigutazta a világot, most is Svédországból posztolt, amikor itt ez a, ez, a, ez a problémás helyzet adódott, ő neki ő politikusként kellett volna viselkedni, olyan kiállításokat csinálni, amik, amik megfelelőek ennek a, a kurzusnak. Ha valami probléma van, akkor bele kellett volna nyúlnia. Emlékezünk vissza a Királyok és Szentek című kiállításokat, ami, ami Fehérváron volt, és az utolsó pillanatban átrendezték a kiállítást, hőbörgött a sajtó, a saját embereit elárulta ezzel a, az Elsimon, nem volt fontos, az volt a fontos, hogy egy bizonyos politikai ö, helyzetbe belépjen, megoldja. Ezt kellett volna itt is csinálni. A kérdésedre válaszolva, igen, az, hogy nincs mozgástér, van egy politikai feladat, amit teljesíteni kell, fegyelmezetnek kell lenni. Tehát a minisztérium azt mondja, hogy valamit elrontottál, javítsd ki, zárd be ezt a kiállítást, nem ezt csinálta, hanem bohóckodott, és, 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 és értelmiségiként viselkedett, meg is dicsérték Nyári Krisztián, megdicsérte Ungár Péter, meg, megdicsérte, lehet, hogy Nyári Krisztián buktatta meg el Simon Lászlót ezzel a, a hogy ez milyen kurucos lépés volt, hogy, hogy, hogy ő, itt, ő itt viccet csinál a kormány legfontosabb projektjében, a másik meg az, hogy tessék dolgozni, tehát hogy itt lesz a, a, a választás, politikát kell csinálni folyamatosan, észre kell venni ezeket a, ezeket a problémákat, meg kell oldani, és a kormány propagandáját kell nyomni különböző szinteken. Azzal a többet is foglalkoztunk mind a főkében, mind ugye a Vasfüggönyben, ami Kovács Bálintnak a kulturális podcastja, és volt egy beszélgetésünk, amikor pont Péter Veled és Bálintal ültünk bent még a nyáron, amikor átbeszéltük a Libri MCC hatalomátvétel és a fóliázással kapcsolatban, hogy, hogy olyan, a szintet lépett volna ez a kultúrharc, ezeket be fogom tenni az adás leírásába. És hogyha kicsit körbenézünk, egyébként most Elsimonnak az elmozdítása nem az egyetlen dolog, ami kicsit ilyen szigorú irányba terelés mutat a kultúra terén. Ugye nem sokkal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, írtak ki pályázatot Demeter Szilárdnak a pozíciójára, véleményed szerint van egy ilyen bekeményítés a kultúrai szinte, hogy eddig elkezdtünk itt-ott rátenyedelgetni dolgokra, most megyünk el arra a pontra, hogy egyszerűen ne virágozzék semmilyen virág, csak az, amit mi ültetünk? Nem hiszem. Egyébként Demeter Szilárdot nagyon sokan megbuktatták a, az ellenzéki oldalon, ez azért még nincs lef, le, lefutva ez a, ez, ez a meccs, szerintem még nem bukott meg. Demeter Szilárd egyszerűen lejárt a, a, a mandátum, a kértek egy pályázatot. Van egy nagyon furcsa dolog, a Csák János elindult egy ilyen álmokfutással, próbál személyeket lecserélni, lehet, hogy, lehet, hogy a Demetert is lecserélni, ugye le, próbálta lecserélni az opera vezetőjét, nem sikerült, megpróbálta meg, megoldani a, a zeneakadémia rektorváltását, az sem sikerült. Valójában nem tudom, hogy mit akar Csák János szerintem, ő sem nagyon tudja, nem hiszem, hogy emögött bármiféle ideológia van, nem hiszem, hogy ez bekeményítés, eléggé bekeményített a kormány, eddig se virágzott virág, ez inkább, ahogyan a kultúrharc is annak idején, inkább egy ilyen bel belső, ezek belső küzdelmek. Itt, itt nagyon sokan szeretnének fő kultúr korifeusok lenni, az Ókovács is, az Elsimon is, az MMA elnöke is, Demeter is. Ez egy belső küzdelem, és ilyenkor természetesen azt mondják, hogy nem vagy elég pártszerű, nem jól csinálod a dolgot. Nem a kielített színvonalát kritizálják, mert ez senkit nem érdekel, hanem, hanem az, hogy, hogy nem, nem, nem jól végzed a dolgodat politikai eh, szempontból. Úgyhogy, úgyhogy, azt hiszem, és, ija, és a, a legfontosabb probléma az, hogy nincs pénz. Tehát, hogy közben pedig e, több a, e, az eszkimó, mint a fóka, ezért is éleződnek ezek, e, ezek, ezek, a, ezek, a, konfliktusok ki. Pontosan ezt is támasztja alá valami, ami a közben érkezett, hogy már elkezdtünk forgatni. Elsimo László ugyanis reagált a Facebookon a történtekre, idézem, Csák János miniszter ma reggel közölte velem, hogy felment a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójából, mert álláspontja szerint szabotáltam a gyermekvédelmi törvényt. A döntést tudomásul veszem, azonban elfogadni nem tudom. A WordPress fotó kiállítás képeinek bemutatásával a múzeum szándékosan semmilyen jogszabályt nem sértett meg, ezt maga a minisztérium is elismerte korábbi levelében. A minisztériumi közleményben foglaltakkal ellentétben a fenntartó utasítását késlekedés nélkül is maradéktanul betartottuk, a 18 év alatti korlátozást bevezettük, és erről a fenntartót azonnal értesítettük, és végül azzal zárja, négy gyermekes apaként, nagyszülőként határozottan visszautasítom, hogy gyermekeinket tőlem vagy az általam vezetett intézménytől kellene megvédeni. Te erről mit gondolsz? Hát ez sem egy taktikus ö, válasz. Ugye Próbál az elsimon értelmiségiként viselkedni, most meg próbál e, úgy viselkedni, mintha ez tényleg egy, egy egy tökéletesen működő demokrácia lenne, ahol tényleg úgy kell betartani a törvényt, ami, ami, ami a, ami a, a törvénybe betű szerint van. Nem, természetesen e, szó sincs erről, e, nem szabad ilyen képeket kiakasztani, e, meg kell oldani, hogy e, jogszerűen ezek a képek lekerüljenek a falról. Tehát végülis ez, ez az ő feladata, és ez egy fideszes kádár, ká, kádernek a, a, a feladata, nem, nem, ez a jogi csűrés csavarás, ezt lehet egy demokráciába csinálni. E, igen, hát itt nyol vissza a fagyi, tehát, hogy, hogy is azért vicces, hogy, hogy az első azért politikai kinevezetként ejtőernyőzött oda, pontosan tudja, hogy, hogy milyen mozgástere van, hát nem, nem lehet ezt eljárt. Cani, hogy de egyébként valószínűleg igaz, ahogyan te is felidézted ezeket, hogy, hogy, hogy nem, nem világosak ezek a törvények, de, de hát nem, nem, ez a, nem, ez a, dolga, hogy, hogy a KK n csomót keres, hanem az, hogy megoldja a, a, a feladatot. Egyébként Elsimon nagyon sokszor kirúgták már, tehát hogy neki nagyon sok konfliktusa volt, valószínűleg ezután is föl fog támadni, tehát egyszer, mint kulturális államtitkár, rúgták ki a Balog Zoltánnal való konfliktusa miatt, a, a Lázár titkára volt, onnan is kirúgták a Lázárral való konfliktusa miatt. Hát most innen is. Egyébként lehetséges, hogy hogy ugye azért a Lázárral nagyon rossz viszonyban van, tehát ezzel, ezzel a kormányal, ezzel az összetételű kormányal azért nem volt neki olyan nagyon jó a, a, a viszonya ezek szerint. Köszönöm szépen, és már csak egy téma van, amit szerintem mindenképp említsünk meg, volt már szó Dúró Dóráról és az ő szerepéből ebben a sztoriban, nyilván az egy egészen szórakoztató dolog, és azért a közösségi médián is jó pár kört futott az, hogy Dúró Dóra gyakorlatilag a nemzet piáros, mert két kulturális termék kapta a legnagyobb PR-t az elmúlt pár évben Magyarországon, a Meseország mindenki, amit ledarált, és a WordPress fotó, amire meg kígyóztak a sorok múlt héten pedig azért, ha van egy ilyen nis pesti kiállítás, az tipikusan ez, ahol az emberek elmennek és sajtófotókat néznek meg, és nem is feltétlen dúró karakteréről, meg akcióiról, meg mindenféle szájhősködéséről lenne szó, hanem, hanem engem az érdekel, hogy hogy a Fidesz vajon miért ad ilyen sikereket a mi hazáknak a kezébe? Mert azért látjuk azt, hogyha valaki, akkor azért mi hazánk ezt fel fogja tudni mutatni, hogy már pedig mi tettünk azért, hogy az LMBTQ közösség ne legyen látható, ne rontsák meg a gyerekeinket, itt kitéve a nagy idézőjelek és a csillagos megjegyzések arra, hogy ez hazugság. És ugyanez volt a Meseország mindenkiénél, ugyanez volt a homofób törvény bevezetésénél, hogy ők kilincseltek azért, hogy legyen valamilyen pedofilok és melegek elleni fellépés. Hogy szerinted mennyire lehet önálló entitásként kezelni azt a mi hazánkot, amitől ugyanúgy elvesz ötleteket a Fidesz, mint ahogy annól Jobbiktól vett el, Ellentétben azonban a jobbikkal, amit aztán módszeresen kicsinált és bemozgott minden kicsi térbe, ahol már ott volt, a mi hazánknak teremt egy ilyen nagyon kis fringe sarkot a politikai térképen, ahol igazából nagyon limitált, hogy meddig nőhet, de addig azt a hasznos idiótát, vagy lehet, hogy nem is idiótát tudja eljátszani, aki bemárt nagyon radikális dolgokat, amit a Fidesz kedve szerint megcsinálna, de aztán mégis kicsit felvizezve csinálja meg, és így mindenki nyer a jobb oldalon. Valójában a mi hazánk milyen szerepet tölt be ennek a rendszernek a politikájában szerinted? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt azt a szerepet tölti be, aminek Orbán Viktor még máig köszönheti a hatalmát, az, hogy két, két politikai tábor legyen, és ennek a, a baloldali liberális tábor és egy, és egy jobboldali, szélső jobboldali tábor, és, és a kettő között legyen ő ezt a, 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 jobbik, játszotta el ezt a, ezt a szerepet a jobboldalon, de a jobbik nagyon-nagyon nagyra nőtt. Olyan nagyra nőtt, hogy az már, az már veszélyes volt Orbán számára, ugyanúgy elvette tőle a, a, a projekteket a jobbiktól, de egyszerűen félő volt, hogy a jobbik ezeket vissza fogja, vissza fogja szerezni. Ő a jobbik bemegy, a jobbik elkezdett bemenni középre. Hát ez egy rendkívül veszélyes történet, addig jó, amíg a szélén van. Most ugyanezt a jobbikot kinyírta, létrejött jött. Magá, nem hiszem, hogy a, nem, a, a, nem Orbán Viktor hozta ezt létre, erre van igény egy ilyen szélsőjobboldali pártra, ilyen 4-5 százaléknyi szavazó kétségtelen, hogy van ezért, ezért tartja fenn, ezért, ezért növeszti, növezdgeti ezt a pártot. Valóban ez a, ez a, szerepe, ahogyan te is mondod, hogy, hogy, hogy ő radikálisabban szólal meg, a, Fidesz pedig egy picit visszafogottabban csinálja meg ezeket a, a dolgokat. Szerintem ez a konkrét helyzet, ez, 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 ez nem, ebbe illett bele. Ez, a, ez kapóra jött. A, ez hogy... kapóra jött, igen, ez a saját projektje volt a, a Dóro Egyébként, ha túlságosan megerősödik a, a mi hazánk, akkor ott is elkezdődik egy valószínűleg egy ilyen kiszorítós egy ilyen kiszorítósdi, egyelőre nem, majd meglátjuk. Egyébként valószínűleg a, a következő választásokon meg fog erősödni a, a mi hazánk, az uniós választásokon is. Hogyha, hogyha túlságosan megerősödik, akkor akkor változik, nem hívják be különféle műsorokba, de egyébként nagyon ügyesen politizál a, a mi hazánk az izraeli háború kapcsán. Is, nem kezd el zsidózni, nem jön elő az antiszemitizmus, vagy legalábbis nem nem, nem annyira erőteljesen. Megpróbál szalonképes maradni. És olyan dolgokat mondanak ki, amivel talán még a Fidesz szavazóknak is egy jó része egyetért, de anélkül tud vele egyetérteni, hogy megbontaná a tábor, vagy megbontaná hogy át, a igen, a másik igen, oldalra. Igen, igen, igen. igen, igen. Tehát az, az eszméletlen NATO és EU és mindenféle szövetség ellenesség az igazából valahol egy ilyen alegysége annak a brutális euroszkepticizmusnak, amit egyébként Orbánék is nyomnak, csak egy sokkal kendőzetlenebb verziója, amit, amit megteremtenek maguknak. Igen, és még adott esetben majd lehet rájuk mutogatni, ugyan a jobbikra mutogattak folyamatosan, hogy nem tetszik a rendszer, nem, nem vagyunk mi jók, mert korruptak vagyunk, meg stb. De majd jönni fog a jobbik, azok aztán majd aztán e, miket fognak csinálni, most is lehet, lehet majd mutogatni, hogy, hogy, hogy az egy veszély egyik oldalon, a másik oldalon ott a, baliberális balliberális hát megint csak kinek kell megmenteni a, a hazát, Orbán Viktornak is a Fidesznek. Péter, nagyon szépen köszönöm. A hallgatóinak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!